Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Martosi Szabad Egyetem körkép sátrának utolsó programján. Utolsó előtti még lesz egy filmvetítés a Felvidék Hornán Zembé után 3 órakor. De ma viszont egy igazi különlegességekre lesz lehetőségünk, sörínyenségeket fogunk kóstolni, mégpedig a rozsnyói sörmanufaktúra, Kovács László fémjelezte Kaltenecker sörgyár 6 sörfajtáját lesz módunk megkóstolni, illetve szakértő segítségével közelebb is megismerni. Néhány mondatban a Kaltenecker sörgyáról csak annyit szeretnék elmondani, hogy a körképsától, illetve a portálunkon, a körképeszken már bemutattuk őket körülbelül 2 hónappal ezelőtt, mégpedig a Felvidéki Sikersztorik sorozatban. Kovács László ugyanis felvidéki magyar, aki világszínvonalú söröket gyárt, és hát nem csak Szlovákiában, hanem világszerte letette a névjegyét, és hogy konkrétan ez mit is jelent, és milyen sörök terén kínál igazi világszínvonalat, azt engedjék meg, hogy Péter barátommal közelebbről is bemutassuk önöknek. Péter a Kaltenecker sörgyárnak a magyarországi forgalmazója. Hogy innentől kezdve átadnám neki a szót, a mikrofont, mi pedig segítkezni fogunk nektek a söröknek a öntését. Tessék, parancsolj! Köszönöm szépen! Szép napot kívánok mindenkinek! Én leteszem ezt a mikrofont, ha nem zavartatokat, mert szerintem fog ki is hallani egymást. Szabó Péter vagyok, mint ahogy Zsolt is elmondta, a Kaltenecker sörök magyarországi forgalmazásával foglalkozunk elsődlegesen. Én arra kérnék mindenkit, hogy legyen egy interaktív dolog ez, tehát beszélek a sörökről a gyárról, és bárkinek kérdése van, nyugodtan szakítsatok félbe, kérdezzetek, beszélgessünk a sörökről, ne csak beszéljek a sörökről, de mindjárt majd kóstolunk is. A történet ugye 90-es évek közepén kezdődik, amikor egy Kovács László nevezetű úriember építési vállalkozó kapott egy megbízást egy sörgyárnak az építésére. Ezt elvállalta és el is indultak a munkálatok, ám a beruházás felénél elfogyott a befektető pénze, és hát felajánlották a Kovács úrnak, hogy mi lenne, hogyha beszállna, mert pénz nincs, de van egy félkész sörgyár. Elgondolkodott egy hétig rajta, elmondása szerint felesége teljesen ellene volt, ő viszont beleszerelmesedett ebbe a dologba, és egy-két után azt mondta, hogy de, mi sört fogunk készíteni. És akkor belevágtak ebbe a dologba, mellékszál nyilván volt már érintőlegesen közel a sörökhöz, illetve ezek után ő elment Prágába, és a egyetemen, sörszakon ennek még utána tanult, utána olvasott, és így vágott ebbe a történetbe bele. Eleinte egy egészen kis üzem, 20 négyzetméteres szobában voltak a kis tartályok, és ott kezdtek el sört főzni, rozsnyón ugye, azt hiszem már említettük, és ez egészen 2000-es évekig, 97-ben kezdték el a sörfőzést, 2000-2001-ig minden évben megduplázták a forgalmukat, tehát érezhető volt, hogy a minőségi kézműves sörökre igény van. Laci igazából egy álmot kergetett akkor még, elhatározta, hogy tényleg világszínvonalú kézműves söröket szeretne készíteni, aminek az útján rajta állt, de tudta, hogy ez komolyabb fejlesztés és technológiai beruházás nélkül ez nem fog arra a szintre emelkedni, amit ő megálmodott. 2000-es évek, 2002 magasságában elindult és ázalt a bankoknál. Mi a terve? Nem kapott pénzt. Egy szó, mint 100. 2005-re egy befektetői csoport állt mögé, aki több mint 5 millió euró tőkét fektetett az üzembe, és akkor létrehoztak egy komolyabb üzemet, a mai nap évi 15 ezer hektoliter sörfőzésre képesek. Ezt azért fontos kiemelni, mert majd erre vissza fogok utalni, hogy az üzem és hogy a technológiai színvonal az miért fontos. Jelenleg Magyarországon egy nagyon jó trend van kézműves sör főzés irányába. Nagyon jó receptek születnek a nagymama konyhájában, meg a mosókonyhában, de nincsen olyan üzem, technológiai háttér jelenleg Magyarországon, aki stabilan, konstans, magas színű minőségű sört tudna lefőzni.
ezért több magyar kézműves sörfőző is a Laci Hagyna és Rozsnyón főzetik a söreiket. 2005-ben elindult az üzem felhúzása. Fontos megjegyezni, hogy 2010-ben még egy Európai Uniós pályázatot is sikerült nyerniük, hogy aztán a végleges üzem, ami ma áll, az 2012-ben készült el és adták át. Jelenleg Rozsnyón egy évben 30-35 fajta sört főznek, különböző fajta sört. Ennek a fele az egész éves szortiment, nyilván az alap sörök, mint egy láger, a barna sörünk, a brokát, a búzasör, India Pale Ale típusú sörök, és egy másik 12-15 fajta sör, a szezonális sör. Gondolok itt ízesített sörökre, lájmos búza, ami nyári sör, vagy egy medgyes sör, vagy olyan téli sör különlegességekre, mint egy Winterbock, Porter, Maibock, tehát különböző olyan típusuk, amit tényleg egy évben egyszer van, mondjuk egy Christmas IPA, amit karácsonykor dobnak piacra, és akkor amíg el nem fogy, addig kapható. Úgyhogy egy rendkívül széles skálán mozog ez a dolog. Eredetileg ugye tudni kell a Kovács úrról, hogy részben üzletemben, részben egy fanatikus. Tehát az állandó söröknek egy részét azért főzi, mert főzni kell, mert a piac igényli. A különleges söröket azért főzi, mert meg van őrülve és olyan dolgokat akar csinálni, amit lehet, hogy nincsen piaca, de egy kiemelkedő sört készít egy nagyon szűk rétegnek, akik ezt értékelni tudják és érzik a minőséget és tudják értékelni, hogy mi az, hogyha valaki 5 éven keresztül egy sörrel foglalkozik. Gyakorlatilag Európában az összes címet besöpörte. Az egyik legszebb történet talán, hogy Csehországban 2008-ban a Cseh Mezőgazdasági Minisztérium által szervezett versenyen nyerte meg brokát kategóriába a Csehország söre címét, és aranyos, amikor a Cseh Mezőgazdasági Miniszter és szlovákiai magyar felvidéki úriembernek adja át a Csehország söre címet. Úgyhogy tényleg magas minőségű söröket készítenek. Van a ratbeer.com nevezetű ilyen sörös blog oldal, ez az interneten a legnagyobb sörös portál, ahol tényleg a világ minden tájáról mindenki mindenfajta sört pontoz, kommentál, jellemez. Ott a IPA Chopper típusú sörünk a 100 legjobb sör közé került föl. Azt azért tudni kell, hogy ezen a ratbeer.com-on ott több mint 200 000 sör van egyedre. Tehát abból egy IPA kategóriában is több 10 000 sör van. Egy top 100-ba bekerülni azt hiszem egy magas, magas nívó is, egy tényleg egy remek dolog. A gyár, mint mondottam, ugye jelenleg 15 000 hektoliter kapacitással működik. Infúziós technológiával dolgozunk, ez azt jelenti, hogy van a dekupciós, meg az infúziós. Ezt a technológiát elsőlegesen inkább Amerikában használják. És azért fontos erről beszélni, a különbözősége az a két technológiának, az egyik egy teljesen zárt rendszer, és a cefézésnél az infúziósnál ugye egyszerre melegítik föl a cefét, a malátalét, míg a másik bolt külön szedik és fokozatosan melegítik fel a dolgokat. És miután ez egy zárt rendszer, így a fertőzés, a bakteriális fertőzés sokkal alacsonyabb. Nyilván ez is tulajdonképpen pénzkérdés, hogy szükség egy ilyen üzemet létrehozni. Az első sör, amit kóstolni fogunk, az egy mondhatni alapsörünk. Mindig jól megy. Ez a Crush 10-es nevezetű. Kicsit baj vagyok, mert ugye most köztetek vagyok Szlovákiában, tehát itt nem kell mondanom gyakorlatilag, hogy a Crush az mit jelent. Mindig megkérdezik, ugye ez a karszt vízből jön, ha jól tudom. A Kaltenecker, ugye a sörnek a fő alapja az a víz, tehát minél tisztább és minél jobb vízünk van, annál jobb, tisztább és tartósabb sört tud készíteni a sörfőző. Ez a gömör területén lévő, illetve hát az akteleki rendszernek a karszt vizéből van lefúrva, és onnan van ez a víz. Így magas tisztaságú vizet dolgozik a Kaltenecker.
nekem, mint kereskedőnek ugye logisztikailag egy kis gondot jelent, ami a vízből adódik. A söreink ugye 90%-a az élő sör, tehát nem pasztorizált. Pasztorizás közben azért veszít a tartalmából a sör, nem sokat, de valamennyit veszít. Ezért a kártenekkel söröknek a 90%-a nem pasztorizált, hanem élő sör. Ez gyakorlatban nekem azt jelenti, hogy van 2 hetem a logisztikára, mert utána megromolnak a söröknek a nagy része. Hál' Istennek most egy újabb beruházás lesz, aminek az eredményeként a vízből oxigént vonnak még tovább ki, így egészen más 4-6 hónapra fog majd nyúlni a sörnek az eltarthatósága. Ugye ez a sör a Crash 11, ezt megint nem kell szerintem Szlovákiában, hogy 11 az mit jelent, ez a Ballint fok, azon a száraz anyag tartalmat jelöli, befolyásolva ugye minél nagyobb a száraz anyag tartalma, annál erősebb egy sör. Látható is azért a színe is egy kicsit sötétebb az átlagos lágás söröknél talán. Azt kell tudni róla, hogy mi a különbség, ugye azért egy nagyüzemi, gondolok itt egy multi sörgyárnak a lágersre vagy pilsnersre és egy kis üzemi sör között. Miskolcon volt 2 hónapja egy verseny és egy előadás, és én ott hallottam, hogy ugye a multiknál 100 hektoliter sör készítéséhez 35 kg komlót használnak föl, ez a kis üzeminél 350 kg. Tehát pontosan 10-szeresével több alapanyagot használnak komlóból ugyanahoz a mennyiséghez. Tehát nyilván ettől sokkal tartalmasabb a sör. Egyik sörünkben sincsen tartósítószer, színezék, vagy bármilyen E-betű kemikália. Minden sörünk az természetes. Még az ízesített söreink is. Van több ízesített sörünk, ezek mind természetes kivonattal, tehát extraktot tartalmaznak. Vagy van olyan sörünk, ami mondjuk ágyazás útján történik ízesítéssel, tehát abszolút házi, hogy úgy mondjam. Kedves egészségeteknek! Én személy szerint 2 éve kezdtem el a sörrel foglalkozni, hát igazából 3-2 éve komolyabban. És ezt mindezt azért mondom el, mert nekem is egy nagy felismerés volt, hogy a sör világa az milyen színes dolog. Ugye nekünk Magyarországon, mert azért nem vagyunk olyan messze, mi egy boros nemzet vagyunk elsőlegesen, mert pálinkás nemzet. Tehát a sörökről nem sokat tudunk, alapvetően a sör az elég sokáig egy idézőjelben proli ital volt, a kézműves, vagy az a kőművesek söre, és leragadtunk ott, hogy van a lager, meg a pilsner, és akkor még ismerték a búzasört az emberek. Ez a változás egy körülbelül 2-3 éve indult be nálunk, főleg Budapesten ott érződik ez így a Főzdefesz, Budavári Sörfesztivál is minek eredményeképpen. Mindezt azért mondom el, mert nekem is azért egy nagy felismerés volt, hogy milyen széles a paletta. Több mint 90 fajta sör kategória létezik, több mint 300-400 alfajtával. Egy rendkívül széles spektrumon mozognak a dolgok, és azon belül is, tehát mint ahogy a bornál is, ha megkóstolunk 3 különböző sárdonét, mind a 3 sárdoné mégis a különbözőséget lehet érezni, hogy ez egy kicsit citrusosabb, kicsit gyümölcsösebb vagy sem, de mégis a kategórián belül marad. Ugyanígy nálunk most ugye a kártenekkel jelenleg 4-5 fajta India Pale Ale típusú sört főz, és ha megkóstolom egymás után 3-4-5 fajta India Pale-ért, ott is érződik a kategóriának a jellemzői, a jegyei, ez a grapefruitos citrusos keserűség, de mégis mind a négyet határozottan meg lehet különböztetni egymástól. Úgyhogy számomra egy színes világot nyitott meg a sör, és bár még nem látszik a hasamon, de valószínűleg ez el fog indulni hamarosan, mert egyre több sört iszom. Mert azért ez mégsem ugyanaz, mint amikor egy sima, most nem akarok bármit mondani, de egy alapsört iszik az ember. Szerintem kóstolhatjuk a második sörünket, mert azért időszünk kívül vagyunk valamelyest. A második sörünk az egy mézes gyömbéres sör. Ez egy ízesített sör.
Az elmúlt időszakban én a sok fesztiválon azt tapasztalom, hogy az ízesített söröknek most egy óriási bumja van. Én ezt annak tudom be, mint amikor nálunk egy 8 évvel ezelőtt a pálinka robbanás volt, és mindenki a mézes ágyos meggyet kezdte inni, vagy mézes ágyos pálinkát, a fütyülőset, mert ez tartott egy-két évig, azóta senki nem vissza, de ezen keresztül jutott el a magyar fogyasztó a prémium minőségi pálinkákhoz. Most már senki nem iszik mézes pálinkát. Én ugyanígy vagyok ezzel a ízesített sörökkel, hogy elképesztő mennyiséget lehet beleadni, hogy málnás sör, meg kávés sör, meg csilis sör. Nagyon szeretik. Igen, nagyon szeretik. Vannak már ilyen egészen elborult dolgok, hogy banános, meg nem tudom milyen ízesítésű. Én úgy gondolom, hogy ezek le fognak kopni idővel, én azt mondom, hogy ilyen 3-5 év, és meg fogják az emberek ismerni az igazi söröket és a sörtípusokat, és nem azt fogják keresni, hogy kávésbrokár, hanem hogy tényleg egy porter, ami egy sör 3-400 éve, vagy egy India Pale Ale, vagy bármelyik sörtípus, ami tényleg egy sörtípus. Az igazi sörkedvelők, hát nem mondom azt, hogy lenézik, de nem tartják komoly sörnek az ízesített söröket. Emellett azért nem menjünk el, tehát az ízesített söröknek is van hazája. Tehát a belga sörök alapból ízesített sörökkel, tehát ott egy meggyes sör az egészen másról szól, mint itt Kelet-Európában. Ott is azért meg kell különböztetni a különböző söröket, tehát vannak a szirupos ízesített sörök, amikor sörhöz gyakorlatilag valamilyen szirupot, valamilyen extra adalékot adnak, és attól lesz ízesített. De vannak olyanok, ahol extraktot, illetve vannak olyanok, hogy tényleg ágyazás útján, mint a pálinkát, tehát hogy például megy ágyon, tartják a sört, és úgy veszi át az ízét, illatát a sör, és ez egészen más történet, mint amikor valamit belenyomunk. Ez a, amit most kóstolunk, ez ugye a... Köszönöm szépen, Erik. Igen, ez a Crash 12-es medezázbor. Ez a mézes ágya. A illatában egy kicsit azért érződik, úgy gondolom, ez a mézes dolog, illetve a gyömbér. Érződik a mézet tulajdonképpen a... Jó volt. Egri, boros kutya. Mézet gyakorlatilag azért adnak hozzám, mert a gyömbérnek a keserűségét, tehát ha valaki evett gyömbért magába, annak a végén a nyelv hátulján ez egy elég ilyen szúrós, csípős valami van. Ennek kompenzálása miatt van benne a gyömbér. Ugye azért miután kis üzemről beszélünk, minden sörnek megvan minden főzetnek megvan a maga a karaktere. Tehát nyilván kétszer határozottan ugyanolyan nem lesz el. Hol egy kicsit gyömbéresebb, hol egy kicsit mézesebb, de nyilván ez egy technológia függő. A Kaltenecker már van olyan stabil főzde, hogy ezért ez viszonylag konstansan azonos ízvilágot kap az ember, de azt tudni kell, hogy és nem csak a Kaltenecker, mert bármikor, bárhol, bármilyen ízesített sört iszunk, kétszer ugyanolyan főzet nem valószínű, hogy lesz, tehát ez elég ritka. Hiszen attól függ, hogy milyen a gyömbér, milyen az alapanyag. Ugye ez is egy szüretlen sör, az orvosságától, és igen, ebben határozottan lehet érezni azért a gyömbér a hátsó nyelvünkön, ott van a belőle. Nagyon kellemes sör. Meglepő módon ez a sör Csehországban igen jól fogy, és Szlovákiában, nálunk Magyarországon nem annyira kedvelt ez a sör. Gyakorlatilag nem rendelik, tehát úgyhogy azt lehet mondani, hogy... Nem kell kérdezni, hogy van egy online portál, vagy ilyesmi, ahol elérhetők ezek a sörök, anélkül is talán kell kell utazni. A Facebook oldalunkra fölmész, az Általánokkel bír Facebook oldalra, akkor ott a magyarországi partnereket mindegyiket megtalálod, és akkor tudod, hogy melyik kocsmában, melyik boltba lehet kapni. Mindig frissítjük, hogy hol partnerünk van. És itt nálunk, hogy hol lehet, felvidéken hol lehet beszerezni? Rozsnyó, és van egy szlovák Kaltenecker oldal is, Facebookon.
ott azokat találod meg. Tehát én csak a magyar piaccal foglalkozom. Szlovákiában azt hiszem több mint hát vagy 50 helyen lehet kapni. Ezt nem tudom neked felsorolni. 50 hely az ilyen. Tehát ilyen kocsma, vendéglátóhely. Főleg vendéglátóhely helyek, tehát ilyen mit, Oceanban, Tescóban nem fogod megtalálni a kártyának. És mondjuk ilyen sörboltokban van ugye olyan, hogy, igen. Hogy sörbolt. Magyarországon ben vagyunk, tehát a ilyen sörre specializált boltokban, csak a jó sör, kézüves sörökbolt és a többi, ott ezek teljesen megtalálhatók. Szlovákiában pontosan nem tudom, hogy hol. Ez mindegy, nekem Pesten nézzük. Hát, hogy bocsánat. Na, köszönöm. Őző. Úgyhogy ez az ízesített sör, eznek az ízesítése is extra kivonat révén kerül be. Egy születlen az alapját pedig ugye a Crush 12-es, tehát egy prémium sör adja. Prémium lager, hogy úgy mondjam. Hatálódottam ott a gyömbérbe. Picit én még igen, ez egy folyamatosan csiki-csuki, mert a csilis sörünk ilyen, hogy rendkívül szeretik. Valaki azt mondja, hogy ez nem is csip, aki azt mondja, hogy úristen, igen. Ez nehéz. Kinek hol van a tűrőkész? Igen, ez nehéz eltalálni. Meglepő módon például a csilis sörünk olyan, hogy nagyon szép piros színt kap ugye a csilitől, illata nincsen macsinata, abból nincsen illata. És nyelés után nem tudom, aki ott már csilis sört, azt tudja. Tehát lenyeli az ember, akkor így 2-3 másodpercig sem, és utána hátul így garaton megjelenik a enyhe csípősség. Itt a jó pálinkára. Nincs egy jó pálinkára. Mi visszük a Közönc utcában Budapesten a pirítós pár nevezetű helyünket. Mindenféle pirítóst árulunk, és mindig a velős pirítóst azt azért ajánljuk mellé, nagyon jól összepasszol. Én annyira nem szeretem a csilis sört, megmondom őszintén, de meglepő módon szereti a közönség. Tehát most itt, nem csili sört, most nem hoztunk. Mondtam, hogy 30 fajta sört készítünk, nem tudjuk ilyenkor mindig. Nyilván egy olyan szortimentet próbálunk hozni, ami megmutatja a jókat. A 6. kerület, 5. kerület, a Király utca. A következő sörünk, az a búza sörünk. A búza sörnek a történetéről, a Kátenekker búza sörnek a történetéről azt érdemes tudni, hogy elkészült egy búza sör, amire a Kovács úr azt mondta, hogy ez jó lesz. És szeretjük. És elindult a forgalmazás, és nem igazolta vissza a várakozásokat a búzasör. Köszönöm. Valamiért a piac azt mondta, hogy jobb kézműves búzasörök vannak, és ez nem az, amit vár a piacnak. Így aztán több mint egy évig kísérleteztek a búzasörrel, és a végén összeállt ez a sör, tavaly évelején. Ami egy nagyon kellemes, könnyed, citrusos ízvilágot képvisel. És erre a piacon azt mondta, hogy tényleg jó, és nagyon szeretjük, és nagyon magas minőség. Most idén Miskolcon a tizedik nemzetközi házi kézműves sörversenyen ez a sör arany diplomát nyert. Tényleg egy remek. Mind ízében érződik, mind illatában ez a kicsi citrusos és frissítő, idűtő ízvilág és vonal. De egyébként... Azt mondták, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy igazán meg is az egyik használat. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez melyik? Ez még én viszem tovább. Na, jó. Én viszem. Viszed? Nem tudom. Jó, dobom egy kérdőt, köszönjük szépen. Nem tudom. Bejtszik, búzak, igen. Én is kérem. Köszönöm. Én csak egy kérdőt. Jó. Sokszor futottam abba bele, hogy büszkén barátaimnak mondom, hogy na ez a búzasör, amire én is azt mondom, hogy tényleg nagyon magas színvonal a búzasörök közt. És akkor volt két barátom is, aki megjegyezte, hogy jó, de hát azért a Höggarden nem beli.
És akkor mondom neki, hogy persze, de a Höggárdon egy ízesített sör. Tehát nem tudják, hogy az egy ízesített sör. A Höggárdon? Az egy születlen, de abban kurászó és... Hú, még valami van benne, most lefagytam. Mindjárt eszembe fog. De két ízesítés kurászó és még valami van benne, tehát ez egy ízesített búzasör. Tehát tényleg egyébként nagyon finom, aláírom, de körtét... Igen, de körtét körtével, tehát ne körtét almával hasonlítsunk össze. A Bernardnak van a búzasöre, ami a World Beer Award-on aranyérmes lett, többszörösen. Én azt a búzasört letettem a pirítós pubba a kollégáknak, a Kaltenekkerrel, hogy akkor vakteszteljük meg. Nem tudták külön választani, tehát annyira azonos ízvilág van a két sör között, és azt hiszem erre büszkék lehetünk, hogy egy világbajnok sörrel össze lehet hasonlítani a mi búzasörünket, bátran bármikor. Úgyhogy kedves egészségeteket, természetesen is egy szüretlen búzasör. Nagyon kérdésem lenne, a Höggárdont nagyon szeretem, és most piacra jött a Bazsandnak a búzasör. Azt tapasztaltam, hogy ha 2-3 ízik este, másnap rettenetesen fáj a fejem. Ne így állj! Mennyi pálinka van? Ne így állj! Lehet, hogy valami összefüggés. Erre nem tudom, hogy választodni. Ne így állj! Most meg kell majd a vasárlásra. Többször ki kell próbálni, hogy mindig akkor... Mindig. Ennyi a kovászos. De jó, hogy nincs probléma felvetni. Nézd, korai még a fejpályás. Nem tudom. Csodában öltök neked erre csak, hogy választom. Nem tudom, egy tiszta jó sörtől nem kéne másnak a fejed pálya, hogy csak azt siszol. És ha összeindul, akkor hát, mondjuk nekem is szokott pák, de én nagyon szeretem a pálinkát. Tehát nyilván belecsúszok abba a problémába, hogy egy ilyen, egy olyan, és akkor másnap szidom, hogy romlott volt az utolsó. De úgy gondolom, hogy tényleg egy a búzasörnek a jegyeit, karaktereit, magánviselő, nagyon egyensúlyban lévő, harmonikus búzasör ez, amit iszunk. Nekem az egyik kedvencem most a portfólióról, főleg így nyáron. Most nem hoztuk, ennek van a lime-os verziója, amikor lime extract kerül ebbe a búzasörbe. Szerintem nem kell, tehát egy kicsit citrusosabb dolog, és ez megint szubjektív, tehát az én véleményem. De szerintem ez így van, rendben vagyok. Bocsánat, hőmérséklet, mit ajánlasz ehhez a búzás sörhez? Ezt 12-13 fokot. Tehát még egy kicsit hűvösebb kellene, hogy legyen, igen, mint igen, most, amiatt mert talán karakteresebb lenne. Igen. Jó a kérdés, és pontosan ez egy kicsit hideget kell legyen. Még garázsba állt eddig, tehát nem volt melegen. Most autóval jöttem, és itt betettük fűtőt kocsiba, de ezt tudtuk csak igen, mert egy kicsit azt gondolom, hogy így van, akkor több íz, egy igen, komplexebb dolog jön ki. Így van. De nagyon szóval könnyű, kellemes finom. A csapot lehet. Úgyhogy... És ő most, mint mondtam, Miskolc, ugye aranydiplomát nyert, és akkor össze is kötöm. Bocsánat, még mindig itt van a gyömbért is érdem az előző sörtet, tehát a gyömbért. Igen, én ezért most mindig kenyeret meg öblíteni utána, hogy ezeket az ízeket kicsit levegyék. Csak az, hogy jó volt, mert markánsabbat szerettem volna gyömbér íz, de megmaradt. Köszönjük. Ugye a borhoz sajtolján sajtót, olívát, a sörhöz adott a kenyér, de mi az, ami még egy ilyen? Kenyérbe sajtot is jól lehet, igen, a sörhöz is. De van ilyen fajta érdelt, vagy kis sajt? Meg. De ezt most nem mondom el nekem, mert nem tudom. Nekünk hál' Istennek van egy elég jó szakácsunk a pirítósban, és amikor mi is egy ilyen sörkóstolyt csinálunk, akkor az ételekhez leülünk, és kigondolunk, hogy olyan
vannak olyan ételek, ahol inkább ilyen füstösebb dolgokat, mit tudom, hogy halvitát ajánlunk, és akkor az nagyon jól passzol. Vannak csípősebb ételeink, ami mondjuk egy ilyen csílisőrhöz főleg jól passzol, vagy nyilván gyümölcsös ételek, akár egy vakfűshoz, vagy egy gyümölcsös, akár egy vakfűshoz. Tehát nyilván ennek ugye megvan a gasztronómiája, ebből még nem vagyok olyan szaki, hogy ebből belemerjek menni a saját. De akkor gyümölcsösebb gyümölcsös dolgok. Igen, vagy mint a bornám, hogy a gyümölcsös nem bár egy vakfűshoz lehet. Vagy halkoz, vagy egy normálisabb kárszágát, mert nem egy korábbis. Miskolcon több mint 82 sör nevezett, négy országból, 12 vagy 13 kategóriába indultak a sörök. A Kaltenecker 5 arany diplomát hozott el, és az összesen kiosztható 3 gyémánt diplomából 2-t a Kaltenecker kapott. Az egyik gyémánt diplomát a most következő IPA Atlantis sörünk kapta. IPA, India Pale Ale. Mindjárt abban belemegyek részletesebben. A másik aranydiplomát pedig a Winterbock téli sörünk hozta el. A harmadikat a zippesek húzták be egy barna sörrel, ha jól tudom. Úgyhogy tényleg egy minőségi sör. Át is térek akkor az India Pale Ale típusú sörre. Az India Pale Ale típusú sörnek ugye a története az, hogy az 1800-as években Indiának egy kisebb kontingense volt Angliának egy kisebb kontingense volt Indiában, és szállították oda a fegyvert, embert, alapanyagot, mindent, de a sör mindig útközben megromlott. Nem bírta a hőt. És aztán az angolok egy magasabb komlótartalmú és erősebben komlózott sörtípust fejlesztettek ki, hiszen már akkor is ismerték az alkoholnak a tartósító hatását. Így aztán a sör kibírta az utat Angliától Indiáig. Innen kapta az India Pale Ale nevet, tehát az él az egy felső erjesztésű sört takar, és ez egy konkrétan szabad folytatásra csinálják, hogy egy indiai szürke, tehát egy félbarna felső erjesztésű sört takar. Ennek aztán különböző változatai alakultak ki, mint az English Pale Ale, simán Pale Ale, és még pár módja. Az India Pale Ale söröknél érdemes mindig először megszagolni a sört, megillatozni. Almát. Igen, érezted benne egy ilyen citrusos, grapefruitos, narancshéj ízvilágot lehet érezni az illatába. És ugyanezt fog visszaköszönni az ízében. Ez az, ami minden India Pale Ale típusú sörre jellemző, ez a citrusos, grapefruitos illat és ízvilág. A kérdés a balansz, hogy milyen egyensúlyban van, mennyire keserű, mennyire csapoda a végén, vagy mennyire marad egy ilyen kellemesebb citrusos ízvilág. Az India Pale Ale sörök többnyire... Hogy kérjük én is egy pohárkával? Vagy két kortyot. Mint mondtam, ugye jellemző rájuk a magasabb alkoholtartalom. Ezek a sörök, az ipák, azok 5%-tól 6,5, akár 7%-ig elmennek az alkoholtartalomba, ami erős sörnek minősül. Ez a IPA Atlantis, ha jól emlékszem, 5,8-as alkoholtartalommal bír. Igen, 5,8-as alkoholtartalommal bír, 14-es a barling foka. Ugye ez egy félbarna, szüretlen sör. Csillatában ez a almár, citrusos, grapefruitos ízvilág. Először ez a grapefruitosság, és a végén jön a keserűség. Sajnos itt is jelentkezik most, hogy itt belekóstoltam, ennek is hidegebbnek kell lennie. Ezt is olyan 12-13 fokon ajánljuk inni. Azon a hőmérsékleten a végén én több komlót, több keserűséget lehet akkor érezni, egy bátrabb sör. Jelenleg 5 fajta India Pale Ale-t csinálnak Kaltenecker főzde. Az IPA Atlantis, akkor amiről már beszéltem, az IPA Chopper, az egy karakteresebb, erősebb dolog. Ez a
India Pale Ale egyébként egy amerikai típusú IPA, úgy hívjuk, azért, mert ötfajta amerikai komlóval készül. Tehát nem mindegy, hogy milyen komlók kerülnek a sörbe, ebbe amerikai komlók kerülnek, azért ez egy amerikai típusú India Pale Ale. Most készült egy IPA Primavera nevezetű sörünk, egy hónapja került forgalomba. Az egy úgynevezett single hop IPA, tehát egyfajta komlóval készült. Annak az a típusa, az egy sokkal lágyabb, nem annyira karakteres, nem annyira keserű sör, hogy úgy mondjam. De ugyanúgy megvannak benne az amarilló komlótól, ez a lágyabb, az egy kicsit ilyen mandarinosabb ízvilágot képvisel. Van egy testvéri pánk, amiről szótejtek, mert majd jön egy olyan sör, amit a Rót Zoltán alkotott meg, és főzünk egy IPA Galaxis nevezetű sört, az a Káltenekkert főzébe készül, sajnos nem mi forgalmazzuk, hanem a Rót Zoltán forgalmazza. Mindezt azért mondom el, mert ha valaki kóstol IPA-kat és módja van, ahogy javaslom, hogy kóstolja meg az IPA Galaxist, szerintem ma Magyarországon nincs jobb IPA ennél a sörnél. Annyira egybeállt, annyira harmóniában van az a sör, hogy mindenképpen javaslom azt megkóstolni. IPA Chopper sörünk az a 2012-es Grand Champion sör. Ugye Szlovákiában minden évben megrendezik a Káltenekkernél a Starfest nevezetű nemzetközi kézműves sörfesztivált és bajnokságot. Már 8. éve több mint 5 országból neveznek rá, több száz sörrel. A 2012-es versenyt a IPA Chopper nyerte meg, az 3 sörfőző mester kooperációjából készült sör, abban is 5 fajta komlót használnak, és rendkívül az egy karakteresebb, mélykeserésebb, chopperesebb, hogy úgy mondjam, nedű, rendkívül szeretik. Tehát én édesapámnak, aki azért egy magasabb generáció, mindig mondom, hogy édesapó, kóstold meg ezt a Mercent, nagyon kellemes, karamellás, lágy sör, hát fiam, annyira nem jó. Adok neki egy jó choppert, keserű, nekem már kaparja a torkom, azt mondja, na végre egy jó sör. Fiam, hát ilyeneket adjál nekem. Ezt a jó füstölt szalonnás hagymás reggeli után tudnám elképzelni. Úgyhogy... jelenleg az India Pale Ale típusú sörök ugye reneszánszukat élik. Egyrészt azért, mert Amerikában ugye 10 éve kirobbant ez a sörforradalom, és minden falunak megvan a maga kis házi sörfőzője, és ott is az India Pale Ale sörökkel kezdtek el bűvészkedni. Egyrészt azért, mert viszonylag könnyen főzhető, de viszonylag nehéz igazán jót csinálni belőle. De pont egy olyan sörtípus, ami a kísérletezésnek nagy teret ad, hogy lehet egy komlóval csinálni, lehet 5 komlóval csinálni, lehet erősebbre, lehet gyengébbre. Úgyhogy egy úgymond egy tanuló típus, ezért itt Magyarországon is elsődlegesen az India Pale Ale sörök terjedtek el, és házi sörfőzők ezzel kezdtek el kísérletezni, és mint az ábra mutatja, tehát mind a Rót Zoltán egy nagyon jó India Pale Ale csinált a Galaxis típusban, illetve van az IPA White Shadow nevezetű sörünk, ami egy búzamaláta alapú sör. Őt a Német Antal alkotta meg, amiről azt kell tudni, hogy a németek kifejlesztettek egy komlót 2013-ban, amit kifejezetten az India Pale Ale típusú söröknek fejlesztettek ki, tehát úgy alkották meg. És ő ebből, a komló neve egyébként Mandarina Bavaria, és ettől egy ilyen nem grapefruitos, citrusos ízvilág, hanem egy ilyen mandarinos ízvilágba hajlik bele a sör. Nagyon finom, én nagyon szeretem azt is. Németek talán? Hát, fejlesztettek a németek ki. Nekünk is forgalma van, az egy szezonális sörünk, mert nincs belőle elég komló. Tehát tavaly volt egy nagyon kevés, akkor egy főzetre tudtunk vásárolni, tehát alatti tudott bele vásárolni, és nem is volt több, és idén 6 hónapig kihúztuk. Most még van üveges verzióban, mert az már nem van üvegezve, vagy palackozva, de már nem tudjuk főzni, mert ez a Mandarina Bavaria komló nem kapható. Úgyhogy ez benne van. Egyébként
most nagyon divatosak ugye az amerikai komlók, illetve az új-zélandi, új-zélandról hoznak még komlókat, és ezekből főzik ezeket elsőnök és ezeket a sörtet. Sört is úgy kell kóstolni, tehát így olyan szakszerűen, mint a bor, tehát a tisztaság, szív, illat, íz. A versenyeken általában ugye illat, szín, íz, harmónia, és utána van egy olyan, hogy az összes. Tehát amikor az ember megissza, akkor mit mond róla? A sört tulajdonképpen úgy kell kóstolni, hogy iszunk egy kis kortyot, és utána egy komolyabb, nagyobb kortyot. Tehát kétszer utána kell így húzni. Hát a habig számít, ugye, amikor akkor azért szokták nézni, hogy a mennyire tartós, mennyire erős, mennyire lágy, mennyire esik össze. Ez változó, attól függ, hogy melyik sörtípus kóstolunk. Egy porternél, vagy egy jó barna sörnél, egy vaskosabb habja van, egy tartósabb, erősebb habja van. Még egy lágernél nyilván hamarabb összeeső egy ingatlanban. De a habot nem szokták fontosan, legalábbis az elsőnek. Nézik, de ez az utolsó, amikor az összbenyomás, akkor ott van ennek talán valamennyire jelentősége. De én még nem tartom ilyen szempontból magam expertnek, hogy kóstolásban. Voltam pár sörversenyen, és mindig jobb meg jobb, de meg már kezdem kiérezni az ízeketben a különbségeket, hogy két-három ipát, ha összehasonlítok, akkor már megtalálom a számba azt, hogy olyan különbség. De ez is olyan, mint minden más, hogy minél többet kóstol az ember, annál jobb lesz, úgyhogy én még az elején járok ennek. Úgyhogy a India félérből még van a IPA Christmas nevezető, amit karácsonykor főz a kártanekkel, és az csak december elejétől lehet kapni, amíg a készlet tart. És volt még ilyen a tavalyi év újdonsága volt a kártanekkernél egy fekete IPA, ez az IPA Blues nevezetű sörünk. Ez olyan sötét, mint az éjszaka a sör, de rendkívül finom. Az a különlegessége, hogy ugye azon kívül, hogy fekete, hogy enyhe karamellás ízvilág, enyhe ilyen füstösség érződik a végén. Minden mellett a ipa jegyek, tehát a keserűség, citrusosság az ipa jegyek mellett az a füstösség, kicsit karamellás ízvilág a végén oda köszön, hogy hello. Mindenkinek szoktam mondani, hogy... Igen. Úgyhogy rendkívül jellemes sör. Jimi Hendrixre a Hey Joe-t kell mellé hallgatni, akkor a legjobb is. A következő sörünk, az a barna brokát sörünk. Mondhatom azt hiszem, minden túlzás nélkül, hogy a Kártenekker sörgyának ez az egyik zászlós hajója. Ezt a sört korábban már mondtam, azt hiszem, hogy 4 évig fejleszgette, ízlelgette, javítgatta a Kártenekker, hogy olyan legyen, mint ami mai formájában megtalálható. A régiós, illetve az európai barna sörök közül inkább keserűségével tűnik kisebb, mint édességével ez a sör. Ez a sör kapta meg ugye 2008-ban Csehország sör egy címét, de ezen kívül, ami egy jelentős dolog, hogy Angliában egy független ilyen sörös magazin beválogatta a világ 1000 legjobb söre közé, ami úgy gondolom, hogy szintén egy elég magas presztízst ad neki. Sokan kérdezik, és nem ízesített. Tehát érződik a sörben egy kávésság. Ugye? Egy kis, mint hogyha kávé lenne benne, ebben nincs. Tehát ez alap ízből, a komlótól ilyen. Egy kocsot akik én is, azért csak előjönnek akkor dolgok a fejembe. Köszönöm szépen. Igen, ebbe illatában inkább a maláta érződik jobban ki, nem mint a komló, és ugyanúgy illatában ez a kis karamellesség, kis kávésság benne van. Ennek is hűvösebbnek kéne lennie, ez nem az a hőmérséklet. A végén abszolút érződik a
kávé, hogy visszaköszönj. Ez adja... Van benne kávé, vagy csak törkölés. Törköléstől. Kártának ennek két csúcs söre van. Az egyik az a B27, az a Brokat 27, a másik az a Russian Imperial Alpha. A B27-nek az alapját ez a sör adja, ami úgy készül, és azért 27, mert 27 ballingos, 10,5%-os alkoholfok van abban a sörben. A B27 tulajdonképpen egy dessert sör, egy barley wine kategóriába tartozik hivatalosan. Azt kell tudni róla, hogy ezt a sörünket 6 puttonyos tokai aszú után tölgyfa hordóban érlelik 6 hónapig. Tűlevéllel, korianderrel, borókabogyóval és mindenféle ilyen különleges fűszerezés keretében. És 6 hónap, tehát 6 hónapig áll benne. Ez egy igen drága dolog. Ez a B27. Nem, ez nem az. És igen, ebből kifolyólag, hogy 6 hónapig tart az elkészítése, igen ritka, mert 2 hónap alatt kiárulja a gyár, és még 3 hónapig nem lehet kapni. Ezt a sört is bevágták a világ 100 legjobb sörök közé Angliába. Az 1000 legjobb sör, mielőtt meghalsz, kóstolt meg szűnő kiadványba, és ez a 90-valahanyadik volt. Igen, tehát a 100 legjobb közé bekerült. Ezres, ugye? Nem, azt mondtam, hogy az ezres. Világ ezer legjobb során? Igen, az a Brokat, mert az a legjobb. A Brokat, ami most is szól. Csak most a B27-ről, aminek ez adja az alapját. Tehát tényleg egy kimagasló sörről beszélünk. Miskolcon ő is nyert arany diplomát most a tizéknemzetközi kézművesserversenyen, de az elmúlt 5 évben annyi sör címet nyert ez a sör, hogy igazából ez a legbüszkébbek a Csehország sörre címére vagyunk, mert azért, hogyha Csehországból valaki ezt a címet megnyeri, akkor azért kiúszhatja magát, hogy na jó, ez rendben van. A B27 meg egy igazi különlegesség. Magyarországon nem is értik még ezt a kategóriát. Tehát tulajdonképpen nincs. Ez egy, a B27 egy degustívóként ajánlják Szlovákiában, Csehországban is. Tehát úgy, ahogy mi a pálinkát megisszük az ételőt, hogy legyen étvágyunk és csinálj egy kis helyet, úgy a csehszlovák térségben ezt, egy ilyen típus, ezeket a bármivány típusú söröket isszák egy decivel körülbelül. A 27 balifokos, 10,5%-os alkohol van benne. Egy rendkívül tömény, nagyon komplex kerek sör. Én amikor először kóstoltam, másfél ezelőtt én nem értettem, tehát egy olyan íz valami volt a számba, hogy nem tudtam hova helyezni a dolgokat, hogy te jó Isten, ebbe mi minden van benne. Nem is annyira ízne. És most idén, most szakszerűbben kóstoltam a Kaltenekernél ezt a sört, és egy egészen más kép jött vissza, és egy más ízvilág, és hát kicsit gurménak kell lenni hozzá, és érteni kell, hogy az ember mit kóstol, hogy tudja, hogy mit várjon, és akkor tudja, hogy mit kap. A másik sörünk, ami a csúcssör, az a Russian Imperial Arha. Ugye az egy arhaikus sör, a sörnek is van egy olyan fajtája, majd hát vannak olyan fajták, amit hogyha minél tovább tartanak, annál jobb lesz, nemesebb lesz, illetve hónapról hónapra változik a sörnek a karaktere, és valamelyest az ízvilága is. A Russian Imperial Arha, ez egy ilyen sörtípus. A története az hasonló, mint az ipáé, csak akkor a cárnő ment, a Katalin cárnő ment Angliába, megkóstolta finom angol söröket, és akkor mondta, hogy ő szeretné ilyen. Nem jutott el Oroszországig, mert megromlott, így aztán kifejlesztettek egy olyan olyan magasabb alkoholtartalmú sört, az is 9%-os, vagy mennyit, 9,5%-os sör, ami kibírta az utat, és a Katalin cárnőnek udvarába a legnagyobb kiváltság volt, és a legdrágább sör, a legdrágább ital a sör volt. Hát itták a vodkát, meg mi egyében, csak a nemesek és az udvarba bejáratosak tudtak akkor ilyen típusú sört inni. Az utolsó sörünk egy füstös porter
kör, tehát ez egy porter kategória. Megalkotója a már említett Roth Zoltán, aki az IPA Galaxist is készítette. Nyilván füstös sörről beszélünk, tehát illatában rögtön érezni lehet majd ezt a füstösséget. Pálbuszta itt hozzá. Igen? Én először a füstös sörrel, a füstös búzasörünkön keresztül találkoztam, és bámulatba ejtett, hogy egy sörnek ilyen íze lehet. Tehát amikor megittam a füstös búzasörünket, akkor olyan, mintha egy szalonnába, füstös szalonnába haraptam volna. Elképesztő ízvilág volt. Ez nem egy szalonna, ez egy porter. Ez alapból ugye egy barna kategóriás, vagy barna kategória. A porter sörökre jellemző magas alkoholtartalom. Hát a porter sörökre is jellemző egy ilyen a magasabb alkoholtartalmon kívül. Ez a kicsit édeskésebb ízvilág, kis csokoládé esetleg, hogyha valaki érzi benne. Ebben egyébként kevésbé jön Timos a füstösség, mint amennyire akkor kiszokott jönni. Ez egy normál esetben egy füstösebb sör. A végén erősebb keserűséggel. De hát ez az, ami miatt kézműves sörfőzésről beszélünk, hogy minden főzet egy kicsit más. Én úgy látom, hogy végén értünk a dolgoknak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy tudtam újat mondani és finom dolgokat postoltatok. Bármikor a Kovács László is egy nagyon nyitott ember, és mindenkinek nagyon szívesen megmutatja az üzemet. Nincsen benne tulajdonképpen semmi titok. És nagyon jó ételeket és hozzá söröket kínálnak Rozsnyón, úgyhogy érdemes szerintem meglátogatni. És ugyanígy, hogyha valaki Budapesten jár, akkor mind a Pirítós pubba, a Kazinczy utcába, bárkit nagy szeretettel látunk a sörökhöz passzoló mindenféle tapaszokkal, illetve a weboldalunkon is, a Facebook oldalon, a Kártanekkel bírt Facebook oldalon a magyarországi partnereinket is látjátok, hogy hol lehet kapni sört. Budapesten kívül egyébként Pécset és Szegeden van olyan kézműves sörző, állandóan csapon vannak a Kártanekkel sörök. Érdemes mindig betérni, mert folyamatosan jönnek újdonságok, évente legalább egy 5-8 új sör, ha szezonálisan is, de kijön a gyárból, és ezek mindig különlegek. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot kívánok!